Szikrázó napsütés és erős UV-sugárzás, a bőr ilyenkor akár percek alatt leéghet. A statisztikák szerint Magyarországon folyamatosan emelkedik a bőrák miatti halálozások száma. Éppen ezért fontos, hogy mindenki kellőképpen óvja a bőrét. Ebben nyújt segítséget a Hegyvidéki Önkormányzat által néhány éve elindított ingyenes UVB-sugárzás mérőszolgáltatás. A polgármesteri hivatal tetején elhelyezett mérő adatait egy számítógép feldolgozza, az eredmények pedig felkerülnek a hegyvidékuv.hu oldalra. Az UVB sugárzás erős, a rendszer SMS-ben küld értesítést a felhasználóknak. Az értesítés két típusú lehet, az első a hatos fokozatnál, az UV-sugárzás hatos fokozatánál, amikor csak figyelmeztetjük a szülőket, hogy a gyerekeinkre figyeljenek, mert erős a napsugárzás. A második a 8-as fok, ami már egy komoly figyelmeztetés, mert aránylag gyorsan, pár perc alatt is, negyed óra alatt is le lehet égni, amit mindenképpen el kell kerülni. Pokorni Zoltán polgármester azt mondja, fontosnak tartja, hogy vigyázzon a saját és gyermekei egészségére. Éppen ezért minden évben regisztrál a szolgáltatásra. Idén is regisztrálni fogok. A gyerekek miatt is fontos, de magam miatt is. Fűnyírásnál az ember nagyon hamar leég. A szolgáltatás egyedülálló Budapesten. Az elmúlt évben több ezren regisztráltak rá. Köztük voltak a hegyvidéki táborok, óvodák és iskolák pedagógusai, és természetesen a családok. Regisztrálni idén is a Hegyvidéki Önkormányzat weboldalán lehet. Fontos, hogy ezt minden évben meg kell ismételni. Strandolók a Palatinuszon, a meleg idő egyre több embert csalogat ki a vízpartokra, és nem csak hétvégén, aki teheti, hétközben is a strandon tölti a szabad idejét. Nagyon jó szerintem. Most vagyok én itt először. És hogy tetszik? Klassz. Csak itt a Palatinuszon egyszerre akár 6000 ember is megfordulhat. Hogyha egy hétvégén van egy 6000 fős forgalmunk, azt már egy nagyon szép eredménynek könyveljük el. Itt a Palatinuszon átlagban egy meleg nyári napon 3-4000 ember fordul meg, és amikor kifejezetten hőségriadó van, vagy azt látjuk, hogy több napon keresztül nagyon tartósan magas a hőmérséklet, és mondjuk ahhoz csatlakozik egy hétvége is, akkor ezt a 6000 főt el szoktuk érni. A budapesti strandok vízminősége kiváló, ezt folyamatosan ellenőrzik a szakemberek. Az árak tavaly óta nem változtak, sőt vannak olyan fürdők, ahol még kedvezőbb áron lehet igénybe venni a szolgáltatásokat. Palatinusz, illetve a római strandon hajtottunk végre jelentős új felújításokat. Ez több mint 1 milliárd forintos fejlesztés jelentett. Mind a két strandon teljesen megújult a csúszdarendszer, egy nagyon modern csúszdarendszert alakítottuk ki itt a Palatinuszon, illetve a Rómain is. Illetve itt a Palatinuszon megújult az öltözőrendszer, a vizes blokk felújítás történt meg, a Rómain teljesen vadi új játszóteret építettünk a gyerekeknek. Emellett megújul a Rudás fürdő is. Tavaly egyébként a budapesti gyógyfürdői és hévizei ZRT által üzemeltetett fürdőknek összesen 3,5 millió látogatója volt. Már javában zajlik a budapesti nyári fesztivál. A programok két fő helyszínen, a Margit-szigeti és a Városmajori szabadtéri színpadon egészen szeptember 7-ig várják jobbnál jobb színházi és zenei előadásokkal a budapestieket és a fővárosba látogatókat. Most a hétvégén mutatjuk be a Carmen opera bemutatót, ami egy vadonatúj rendezésbe kerül bemutatásra, de Lajkó Félix kori koncertünk van lemezbemutatóval a Doknányi zenekarral, a filmzene utazása, a világ körül filmzene koncertünk van, a Buona Vista-t hívjuk meg, akik egyébként valójában az utolsó turnéjukat járják most Európában, és a Margit-szigetre érkeznek, vagy az Aida bemutatónk, vagy a Bobán Markovics koncert, ami kint a Margit-szigeten, vagy akár a Dózsa parasztháborúnak a az évfordulója kapcsán bemutatásra kerülő nagy bemutatónk kint a Margit-szigeten. Természetesen a Carmenen kívül számos darab és koncert várja még azokat, akik a nyár folyamán sem szeretnének színház és zene nélkül maradni. Érdemes böngészni a programokat, hiszen gyerekek és felnőttek számára egyaránt nagyszerű előadások találhatók a Margit-szigeti mellett a Városmajori szabadtéri színpad kínálatában.